Üdvözlöm kedves nézőinket! Stúdiumban már itt van Görbe Pál, gasztroblogger. Az általa indított közösségi tanácsadásról fogunk beszélgetni. Üdvözöllek! Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözöllek! Honnan jött ez a közösségi tanácsadás ötlete, és mi is ez pontosan? De gyakorlatilag ez már régóta érlelődik bennem, ugyanis én egy kommunikációhoz elég erősen kötődő szakon végeztem az egyetemen, és közben már építettem a saját közösségi média csatornáimat. És az az igazság, hogy az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan valóban rendelkeznek rengeteg követővel az interneten vagy YouTube-on egy közösség, különböző közösségi média felületeken. viszont nem tudnak kommunikálni az ügyfelekkel. A követőikkel tudnak, mert ott egy sajátos hangnemet tudnak alkalmazni. Viszont az, hogy egy üzleti megkeresésre például milyen hangnemben, milyen időn belül hogyan reagálnak, az nagyon fontos, és ezzel nincsenek tisztában. Tehát uh, például nem fogunk egy alap üzleti megkeresésre úgy válaszolni, hogy szia XY. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű azoknak, akik Igen. láttak már pár ilyen üzleti levelezést, de az, aki csak úgy kap egy ilyet, nem biztos, hogy tisztában van vele, és nagyon sok múlik azon, hogy ugye az első benyomás milyen egy emberrel szemben. Tehát euh, én erre szeretném őket ugye megtanítani. Egyrészt, hogy hogyan reagáljanak az ilyen megkeresésekre, hogyan kezeljék a saját közösségi média oldalaikat, mit illik kitenni, mit nem, mert természetesen teljesen más a, felfogás a saját oldalaidon, hogy kiteszel valamit, az még belefér, vagy nem. Mi illik, mit illik úgy kitenni, hogy mondjuk egy nagyobb oldal is megkeressen, vagy egy nagyobb támogató, mert tehát sokan tesznek ki magukról például akár kompromitáló képet is. Lehet, hogy van több 10, 20, 30 ezer követőjük, mégsem várhatja el, hogy egy komoly cég megkeresse úgy, hogy minden második képen mondjuk villant egyet. Tehát, és én erre szeretném őket rávezetni, hogy vannak azért bizonyos szabályok, amit jó, ha betartanak. Neked mi a történetet? Hogyan kezdtél el így foglalkozni a közösségi médiával? Gyakorlatilag nem volt tudatos. Tehát én ezt az oldalt, amit kezelek, négy éve használom rendszeresen. Gyakorlatilag csak úgy néha posztolgattam. Viszont négy éve van az, hogy van ebben rendszer. Kettő éve van az, hogy teljesen tudatosan használom, tehát megvan egy napi rend, hogy ekkor ez megy ki, akkor az megy ki, erre a platformra ilyen tartalom kell, a másikra olyan, teljesen más jellegű tartalom kell a különböző média típusokra, bár ez nektek nem kell mondani, ugye? <laughs> ö, pont ezért ö, ezt nem lehet csak úgy random csinálni. Persze van nagyon ritka eset, amikor ez működik, hogy csak úgy posztolgatok, de egyébként egy idő után rájössz, hogy ö, van séma abban, hogy a bizonyos algoritmusok mi alapján rangsorolják a tartalmaidat. És én erre egészen jól ráéreztem, illetve ugye ö, több képzést is elvégeztem, ami hát, hozzásegít ahhoz, hogy ezt minél jobban csináljam. Szerinted manapság miért olyan? Ö, hát igazából, hogy sokan szeretnének influencerek lenni, vagy a közösségi médiával foglalkozni, és ez miért olyan népszerű? Szerintem az van mögötte, hogy sokan azt látják, hogy igazából semmi dolgod nincs, csak posztolgatsz, felteszel egy videót, ide mész el vásárolni, ebben a szállodában szállsz meg. Most éppen egy ilyen kávét ittál, de ez nem csak ennyiből áll. Tehát azt meg kell érteni mindenkinek, aki szeretne ezzel foglalkozni, hogy ez munka. Tehát nagyon sok háttéranyag van, az, hogyha esetleg elmész te pont abba a kávézóba, és pont azt a kávét iszod meg, lehet, hogy előtte már két hétig leveleztél a céggel, hogy milyen feltételekkel mész el, mikor mész el, mit fogsz kóstolni, ki kell találnod a koncepciót, tehát nem mehetsz csak úgy, hogy hop, én azt fogom meginni, mert lehet, hogy ismerek olyan ö, bloggereket, aki konkrétan nem egy kávézóba előtte megnézi, hogy milyen az enteriőr, ő ahhoz öltözik fel, hogy jól nézzen ki. Tehát ez nem random. Persze mindenki azt hiszi, mert akkor csinálod jól, Hogyha úgy tűnik, hogy ez csak úgy van, de ez nagyon nem erről szól. És tehát, hogy ez például, hogy azt hiszik, hogy random, de de mégse, az ez nem egy kicsit, nem azt mondom, hogy átverés, csak hogy így manipuláció, vagy hát, hogy... Az Instagram erről szól, igen, hogy ott igen, minden igen. beállított. Tehát ott pillanatképeket nagyon ritkán látsz. Még ha azt mondja valaki, hogy pillanatkép, az sem az. Tehát, ha pillanat, akkor miért van róla kép? Tehát igen, igen. <laughs> itt kezdődik az a dolog, hogy minden tudatosan kerül ki oda. Illetve az, hogy ez nem egy valóságsó, hogy 0-24-be megy, oda csak az a tartalom kerül ki, amit előtte megnéztél, írta hozzá a szöveget, és megnyomod azt a négy-öt gombot, mire kikerül a közösségi média csatornába. Tehát itt nincs olyan, hogy random. Öm, szerinted kiknek való, vagy kinek való ez az influencerkedés? Tehát, hogy van valami úgymond megkötés, vagy esetleg képesség, ami, ami ehhez szükséges, hogy, hogy valaki sikeres legyen így a közösségi média építésében? Nem, tehát recept erre nincs. Tehát gyakorlatilag bárki lehet sikeres bármilyen témában, hiszen ha ő abban jó, és meg tudja mutatni, hogy igenis ő ért ehhez, akkor meg fogja találni azt a közösséget, akit ez érdekel. Tehát ismerek olyan lányt, aki főállásban influencer, akkor hívjuk így, van 4500 követője de 4500 olyan követője van, aki minden nap megnézi az összes tartalmat, amit gyárt. Ő egyébként tehát uh, ilyen sütős, tartalma van, és ő kell ezt, meg minden nap tesz ki tartalmat. Én is nagyon szeretem egyébként, amit gyárt, mert látszik, hogy szereti, szerethető a tartalma, amit gyárt, szerethető a leányzó, jól kommunikál, és uh, ő erre felépített egy brandet. Workshopokat tart, amikor uh, kovászt nevelnek, annyira nem néztem Igen. utána, de nem attól függ, hogy most 3000 követőd van, vagy 300 000, hanem az, hogy van-e mögötted tartalom, amit adott esetben el tudsz adni egy cégnek, adott esetben van mögötte olyan követőbázis, aki vásárlóerővel bír, mert nagyon nem mindegy, ö, ismerek olyan 150-200 ezer követővel rendelkező youtubert, vagy instagrammert, így <laughs> őket, aki nem tud megélni abból, amit csinál, mert mondjuk a, a követőbázisa a 12 év alatti gyerekekből áll. Ők nem képeznek vásárlóerőt, tehát nem fogja megkeresni egy olyan cég, aki el akar adni valamit. Mert legtöbbször ugye, amikor bekérnek egy ilyen árajánlatot tőled, hogy mennyiért szeretnél dolgozni egy céggel, akkor ugye abban benne van az, hogy statisztikai adatokat kérnek, hogy ki az az adott esetben, mondjuk 100 ezer ember, aki, aki ott van. Mert nekik nem mindegy, hát egy hirdetésnél a célzás fontos. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál.